Eredményhirdetésre várnak a fehérvári diákok, de az eredmény a több órás előadás után leginkább a hangulatban fogható meg. Uram, siess, te nem bírsz elbúcsúzni, és én nem bírom gátolni győzedelmem! 15 iskola diákjai játszották el az Ember tragédiája 15 színét vasárnap délelőtt a Vörösmarty Színházban. A program célja volt, hogy a diákok jobban megismerjék a magyar irodalom egyik legnagyobb klasszikusát, és közelebb kerüljenek a színház világához is. Minden csapatnak egy-egy színész mentora volt, és sorsolással döntötték el, hogy melyik iskola, melyik színt adja elő. A siker pedig nem maradt el, teltházzal játszottak a diákok. Az előadás után pedig elégedetten jöttek ki a nézők. Ezt a sok lelkes fiatalt látni együtt tényleg fantasztikus, hogy ennyi gyereket be lehet még csábítani a színház kedvéért. Az egész szervezés nagyon tetszett, nagyon szépen meg volt rendezve szerintem, és hát nagyon sok tehetséges gyereket láttam. Az előadásra 4 hónapon keresztül készültek a diákok a város 15 iskolájában, majd a színház színpadán. Ez az első színházi szerepem. És rögtön nagy színpadon, az milyen volt? Hát igen, egy kicsit izgultam az elején, de aztán a végére már belejöttem. Nagyon jó volt, tehát tényleg így az iskolákat is összehozta ez az egész dolog, és nekem is nagyon tetszett, hogy Éva lehettem. Nem verseny volt ez, inkább egy nagy városi összefogás, mondta a polgármester. Azt hiszem, hogy mindenki kitűnő volt, aki vállalkozott, aki végigcsinálta, aki fölment ma a színpadra, és aki szórakoztatott bennünket, akiknek volt olyan szerencse, hogy eljöhetünk ide ma. Végül megérkeztek a zsűri tagok, Brájer Éva alpolgármester, Bakonyi Csilla a Vörösmarty Színház művésze és Szabó Csaba újságíró. 10 éves képviselőségem alatt minden kultúra területén dolgoztam, erre vártam, hogy Székesfehérváron a mi Vörösmarty Színházunk így szólítsa meg a fiataljainkat, a város diákjait, úgyhogy Pintusz Konrádnak köszönöm. Az előadás végén 17 díjat osztottak ki a diákok között, díjazták a legkitartóbb fókát, a legkülönlegesebb egyszemélyes tömegjelenetet, vagy a legkiválóbb színészi teljesítményt nyújtó Évát. Azt pedig joggal remélik résztvevők és nézők egyaránt, hogy a diákok által színre vitt klasszikus első lépése volt egy majdani fehérvári hagyománynak.